repúcsát dolgozni, nagyon kevesen tudnak, de ezek mind történetben foglalkozik, emberek nyilvánvalóan a többség tisztában vele, hogy az első világháborúban sokkal több magyar katona halt meg, mint a másodikban. Általában ugye úgy tartjuk, hogy 660 ezer katona nem tért vissza a nagy Magyarország területéről elvitt emberek között. De akkor rögtön fölmerül a kérdés, hogy mennyi volt ebből a magyar ajtó, hiszen igen jelentős számú volt a nemzetiség ebből a szerepből. Na most az ezredeknek a veszteség listája alapján az egyértelműen kiderül, hogy a magyar ezredeket mindig ott vetették be, ahol a legnagyobb baj volt, tehát nyilván hogy legnagyobb visszatudnak számítottak, hát a veszteségi arányok is nagyon nagy. Egy egyetlen példát mondjak, például a Fehérvár gyöngyözet, az 44%-os veszteségi rátával mondjuk úgy, hogy berekedte végül a háború, ugyanakkor mondjuk egy kárpátai ruszin ezred mondjuk az 5-6%-ban.